Elődeink, közösségeink a történelem folyamán számtalanszor kényszerültek nagyon nehéz élethelyzeteket átvészelni. Ezeknek egyikéről számol be az elahontalanságba, az 1916-os románbetörés az unitárius egyházi forrásokban című könyv. A könyv bemutatójára a Tortoma önképzőkörben került sor, ahol Márk Attila kántor, zenész és dr. Pál János lelkész történész szerzők mutatták be a kötetet. A beszélgetés moderátora Demeter Zoltán volt. Az első világháborúban 1914-16 között román részről több tárgyalás is zajlott az antant hatalmakkal. 1916 nyarán Bukarestben titkos katonai megállapodás jött létre Románia és az antant között, amelyben Bukarest ígéretet kapott, hogy hadba lépése esetén megkapja Bukovinát, a Bánságot, Erdélyt, Máramarost és Kelet-Magyarországot. 1916. augusztus 27-ének éjszakáján a román hadsereg egyszerre indította meg az összes erdélyi szorosban a támadást a monarchia csapatai ellen. A monarchia nem volt felkészülve Erdély védelmére, nem volt megfelelő mennyiségű és minőségű haderő a térségben. Így magyar részről az ellenállás minimális volt. Az Erdélyben állomásozó osztrák-magyar erők nem is vehették fel a harcot a román hadsereggel, mindössze az előrenyomulás lassítására törekedtek. A román támadás könnyen teret nyert, s már az első napokban ellenséges megszállás alá került Brassó, Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely. A románok elől a Székelyföld és a Szászvidék lakósága igyekezett elmenekülni, mivel a lakosok az 1848-as vérengzések megismétlődésétől tartottak. A magyar hatóságok a támadást követő napokban elrendelték elsősorban a székelyek és a szászok által lakott területek kiürítését. A menekülteket vármegyék szerint csoportosítva Magyarország belsejében előre kijelölt helyekre irányították. Külön rendeletekben gondoskodtak a menekültek utazásáról, munka és lakóhelyükről, segélyezésükről és iskoláztatásukról. A román támadás kezdeti sikerei rövid ideig tartottak. A más hadszínterekről átvezényelt császári és királyi, illetve német csapatok érkeztek az első erdélyi hadsereg megsegítésére. A románok nagyon kevés helyen tudtak ellenállni az ellentámadásnak, így végül visszavonulásra kényszerültek, és 1916. decemberében Bukarest is elesett. Szeretettel üdvözlök minden jelenlevőt. A kötetnek a gondolata valóban útközben született meg azért, mert az egyházi jegyzőkönyveket vizsgálgatva, azokat fényképezve, olvasva, egy bizonyos ponton rájöttem arra, hogy 1917. márciusában az unitárius egyház községekben mindenhol, vagy legtöbb helyen, így kell pontosabban fogalmaznom, leírták mindazt, ami az 1916-os román betöréskor történt az illető helyiségben, illetve egyház községben. És ez felső utasítása, tehát érkezett egy leírat a püspökségről, amiben felkérték a lelkészeket, hogy nagyrészt mindenhol már arra visszatért az élet, hát ha nem is a normális, de legalább hazaérkeztek a hívek, hogy írják meg, hogy milyen károkat szenvedtek, mi történt a faluban, milyen, ha voltak halálesetek, tűzeset, stb. Ezeket ugye minden falunál, ahogy megtaláltam, akkor kezdett érdekelni a dolog, és amikor úgy összegyűlt, és úgy láttam, hogy ez most már egy eléggé tekintélyes anyag, és először az volt a gondolat, hogy maga csak tiszta forrásanyagként, tehát a dokumentumokat hoznak le. Végül azt mondtam, hogy talán értékes előne a kötet, hogyha egy szakembert kérnénk meg, aki ebben a századnak az első részének a specialistája. János, tudtam, hogy ezzel foglalkozott a doktorálási munkáját, és ebből az időszakból írta, és úgy éreztem, hogy megkérdezem egyáltalán, érdekli-e. Természetesen nagyon érdekelte őt is, és akkor így született meg tulajdonképpen a kötetnek az alapgondolata, az, hogy legyen egy előtanulmány, vagy egy tanulmány az elején, ami általában foglalkozik az 1916-os románbetöréssel,
illetve a többi része a kötetnek maga a forrásanyagok, tehát a dokumentumoknak a közlése. Elsősorban azért volt számomra érdekes, mert bár Székelyföldön születtek a szüleim és a nagyszüleim, én nagyon sok időt töltöttem, erről a román betörésről nagyon keveset hallottam. Első világháborús történet az nagyon sok volt, énektől megkezdve, hogy hogy volt a fogságban, vagy hogy harcoltak, de maga a román betörésről nem volt. Valószínűleg azért, mert ugye hát abban az időben, 70-es évről kimert ilyesmiről túl sokat beszélni. Én igazából a forrásmunkáknak a felfedezésével foglalkoztam, tehát ez nekem ez egy óriási öröm volt, és tulajdonképpen a forrásanyagnak a felfedezése, felfedése ideje alatt egyéb dolgokat is találtam, amik nagyon érdekesek voltak, ma este is fogok mutatni. Illetve nagyon érdekelt az is, hogy az egyházközségnek és egyáltalán az egyháznak, az egyházi éneklésnek maga az a kár, ami történt, hiszen a legnagyobb károkat az orgonák tönkretevéssel jelentette, pénzbelire beszélek, tehát az hogy óriási nagy kár volt ez az egyház részére, az egyház szempontjából. Tulajdonképpen akkor indult meg a régi kántor tanítói mesterségnek egy roppanása. Úgyhogy szerintem ez érdekes kutatási terület maradt számomra, és ezt mi az orgonás kötetben majd fel is dolgozzuk. Köszönjük szépen, hogy akkor kérjük, hogy János is mesélje, hogy... Bevezető tanulmányt azt úgy beszéltük meg, hogy Vidó Csaba arról fog írni, ami az egyházközségekben történik, én pedig arról fogok írni, majd azt a részt dolgozom fel, ami azt taglalja, hogy a központ, tehát a kolozsvári egyház vezetés milyen intézkedéseket hozott a betörés időszakában. Hát lényegében a könyv egy nagyon rövid időszaknak a bemutatkozására szorítkozik, ez tulajdonképpen augusztus végétől, hát úgy decemberig el, mert aztán persze a feljegyzések az egyházközségekben később jönnek létre, de erre az időszakra vonatkozik. Igazából nem nagyon vannak aztán a későbbiekben erre vonatkozóan források, mert ugye az élet az megy tovább, ezzel nincs nagyon idő foglalkozni. Az egyházközségek is általában azt lehet látni, hogy a legfontosabbakra szorítkoznak, tehát a kárfelmérés, egy-két fontosabb eseménynek a rögzítése ritka az, amikor részletekben mennyien taglalják az eseményeket. Ez szerintem egyrészt, tehát hogy én azzal magyarázom, hogy abban az időszakban, amikor hazajöttek, erre nagyon elmúlt időt, tehát ilyenekkel foglalkozni. Egyedül Szent Márton esetében lehet egy nagyon átfogó, részletes beszámolóval találkozni. Tehát persze ez függött a lelkésztől is, vagy attól, aki a feljegyzést készítette, de nagyon, ahogy tetszik, lényegre törőek, tehát azért nem folynak szét ezek a szövegek, meg mondom, ebből elemeznek. Meséljek el egy pár mondatot, ahol én nagyon régen tervezem azt, hogy te itt fogsz ülni majd, és egy pár mondatot mesélj magadról is, mert kell tudni róla, hogy a lelkészi végzettség mellett történelmet is elvégezte, és doktorál történelemből. Mikkel foglalkoztál? Érdekel minket, mert hogy Erdőnyi Miki születési vagy, és mondj egy pár mondatot, jó-e? Jó, tehát azt mindig ki szoktam emelni, hogy a pedagógusoknak, a nevelőknek mennyire fontos a szerepük a gyermek életében. Nekem második osztályban volt egy nagyon jó tanítónőm. Ő az Egri csillagokról beszélt, olvasott egy részt, Orot Mária, ugye, ha jól emlékszem? Igen. Na és annyira felkeltette a kíváncsiságom, hazamentem, és az Egri csillagokat én második osztályban elolvastam. Innen a történelem iránti szeretetem. Persze otthon is azért voltak olyan régi olvasókönyvek, ugye 40-44-es időszakból, amiben lehetett olvasni Drégei várának az ostromáról, stb. Tehát, hogy, de innen indítom én második osztályon, és azóta mindig érdekelt a történelem. Először a történelem szakot végeztem, és aztán, hát nem is, tehát megkezdtem azt, akkor a teológiát is. Először a történelem elvégeztem, utána a teológiával. Tehát, hogy mindig érdekelt az, hogy mi történt a múltban. Én meg vagyok győződve arról, hogy közösség vagy akár egyén is nem tud annélkül lenni, ha nincsen egy egészséges identitás tudata, meg hát nem véletlen, vagy hangoztatják azt, hogy a történelem ugye az a
az élettanító mestere is, tehát lehet tanulni, az egy másik kérdés, hogy tanulunk-e, vagy egyáltalán meghallgatjuk-e azt a tanulságot, mert elég szűk az a réteg, akit tényleg érdekli a múlt. Gyakorlatilag akkor te egyház történetű... Hát én egyház történettel, 20. századi militáris egyház történettel, tehát lehetne többet is foglalkozni, ez ugye az időnek a függvénye, de amennyi belefér, úgy igyekszem. Minél több mindent feltárni is aztán. Köszönöm szépen, és megkérlek akkor két mondatot mondjál Gidó Csabáról, és akkor a harmadik szerződést tudjuk egy kicsit. Gidó Csaba történelmet végzett Kolozsváron, Pécsen, doktorált vasúttörténetből, a székelyföldi vasúthálózatból írt a dolgozatát, és 19. század vége, 20. század eleje ez az időszak, tehát a fő szakterülete ez a közlekedés, elsősorban a vasút. Köteteid is jelentek meg neked. Milyen témában? Hát az egyik a szerző, itt van, közösen dolgoztunk, egy tanulmánykötet lényegében Homorúcnek Martoni Egyházközség múltjáról, tehát a történettéről szól ez a kötet. A másik az egy önálló kötet, az 1945-65 közötti időszakról szól, hogy mi történt az unitáris egyház vonatkozásában ebben az időszakban. Tehát egy intézmény történet az. Nagyon szépen köszönöm. És akkor meséljél arra ki a Matilát arról, hogy a feldolgozott jegyzőkönyvek iratok azok mekkora területet földnek le. A pirosra jelzett terület az a rész, ahol a román hadsereg járt, tehát ellenséges hadsereg, mondom igazából. A többi részen pedig azok a falvakat jelzik, ahol ugye kerestünk, illetve találtunk, vagy az unitás egyházak a többi falvak, de igazából ezen a részen, tehát a Kükülői kör és a Marosi körben vannak még jegyzés, olyan jegyzőkönyvek, amik említik. Sokkal rövidebbek, mert igazából azt mondják, ellenség nem jelent, és akkor felsorolják, ha vannak károk, illetve ha a lelkész elment, a kántor tanító, tehát azok a mozgásokat, amik a faluban történtek. Igazából szerintem a Homorod mente volt, igazából nagyon jó leírásokat találtunk a Homorod és a Keresztúri kör. Ez a leggazdagabb, ami a kimondottan a hadseregnek a támadását és a faluban történt eseteket leírta. Itt, ahogy mondtam, a Kárpát-kanyarban, ha jól megnézzük, Árkoson van egy nagyon szűkszavú jegyzőkönyvírás. Sepsi-Szentgyörgyel kapcsolatban érdekes módon már nagyon kicsi az egyházközség, de két eset kapcsán több anyag is előkerült, ami kötődik a betöréshez. Laborfalván nem maradt semmi, Kökösben, ha jól emlékszem, ott sem, illetve Bölön és Nagyajta ott már vannak jegyzőkönyvek, amik ezeket leírták, ezeket az eseteket, a megtörtént eseményeket. Ezeket a helyeket végigjártam, illetve végigjártuk ugye a testperesi levéltárakat utólag, és így akkor egyre gazdagodott a kép, egyre komplettebb lett, és így a tanulmány szerintem, amit János és Csabai nagyon jól összefoglalja, olyan szempontból is, hogy az egyház maga hogy viszonyult ez a 16-os betöréshez, mert azon túl, hogy a faluban voltak, amik voltak, vagy az illető helyiségben, de maga az egyház is szervesen részt vett. Főleg elsősorban azért, mert pontosan a betörés napján ékártanás gyűlés volt Kolozsváron, a lelkészeknek egy nagy része fent volt Kolozsváron, és olyan is volt, hogy nem tudtak visszaérni a helyiségben, és akkor onnantól már ugye az kántor tanítóra, gondokra, vezetőségre maradt az, hogy hogyan mentsék meg a menteni valót, és hogyan tovább. Hát itt akkor Kolozsvár ugye főtanács, már ott megfogalmazódik az ülésnek a bezárása előtt egy általános irányelvez ki is, vagy később köriratban arról van szó, hogy a plenódiumokat, az értéktárgyakat, az értékpapírokat, azokat biztonságba kell helyezni. De ettől függetlenül, tehát amit Kolozsváron elrendelnek, azért minden egyházközségben a
egyházközség vezetője elsősorban ugye a lelkészek, a kántor tanítók intézkednek arról. Tehát nagyon kevés az az egyházközség, ahol nem gondoskodnak arról, hogy az érték tárgyak meg értékpapírok biztonságba kerüljenek. Itt elsősorban, tehát többféleképpen próbálták ezt biztonságosára tenni. Például Szent Márton esetében a templomban ássák el a klenódiumokat, jelen van a lelkész, a kántor tanító és egy keddi tanácsi tag, tehát ugye lehessen tudni, hogyha az egyik meghal, vagy bármi történik, akkor valaki legyen tanú. Van olyan eset is, hogy magukkal viszik. Tehát például a ravai lelkész nagyon messze valamelyik, most már nem tudom pontosan, melyik magyarországi településre viszi magával, de tehát mindenképpen igyekeznek ezekről gondoskodni. És miután ez megtörténik, akkor azt mindenképpen el kell mondani, hogy ugye ezeket a területeket ki kellett üríteni. Tehát a 17-55 év közötti férfiaknak kötelező módon ebből a térségből el kellett menni. És ez az ok annak, hogy a lelkészek is elindulnak, mert ugye férfiként beleesnek ebbe a csoportba, azok maradnak itthon, akik idősek. Itt háromszéki körben nem fogom megmondani a nevét, az udvarhelyben kettő van, ők idősebbek. Persze van olyan, aki rögtön a kiürítés elrendelése után elmegy a családjával, van olyan, aki kivár az utolsó pillanatig, és a harmadik csoport ez, aki marad. Szent Márton esetében például Zoltán Sándor, ő egészen az utolsó pillanatig ott van az egyházközségben, a faluban is. Lényegében az ott állomásozó magyar csapatoknak a parancsnoka szólítja fel, hogy most már ideje eltávozni. Érdekes mód, ugye a hatóságok azok nem álltak a helyzet magaslatán, több forrásunk van arról, hogy miután kihirdetik a kiürítést, bár ugye, tehát neki kellene helyben maradni az utolsó pillanatig, mert neki kellene gondoskodni ugye a közigazgatásnak a működéséről, ettől függetlenül azt lehet mondani, a túlnyomó többsége elmegy. Itt sokszor hivatkozom Szent Mártonra, mert az a történet nagyon elevenén ül bennem, de ott is 31-én hajnalban a falubíró felpakol és elmegy. De ugyanígy ugye Oklandon van a járásbíróság, a járásnak a vezetősége is elmegy. Úgyhogy már a nagyon korai időszakban általános fejetlenség alakul ki. Ugye innen ebből a térségből megindulnak, és unitárius vonatkozásokban beszélek most, átvonulnak többek között a Homorúd mentén, de Csíkvár megyéből is ott mennek át. Itt elsősorban az erdővidékek, és általános pánik helyzet van. Tehát azt mondják egyesek, hogy ez arra vezethető vissza, hogy ugye a magyarság tudatában ott van a 48-49-es vérengzési tabutbánya, Nagyenyed, Zalatna, stb. És ugyanilyen véres megtorlásra vagy mészárlásra számítanak, és ezért van ez a nagy számú menekülés. Persze indokolatlan, mert vannak arra utalások, hogy a megszálló román csapatok főleg amikor bevonulnak, mert aztán van egy fordulópont, amikor ugye őket kezdik visszanyomni, akkor frusztráltakká válnak és agresszívek ki, de amikor itt átvonulnak például még a Homorúd térségében, akkor a parancsnokaik igyekeznek rendet tartani, sőt amelyik nagyobb kihágást követel, azt meg is büntetik. Ez nem jelenti azt, hogy nem loptak, nem fosztogattak, az ugye egy háborúban úgymond megengedett út, tehát élelmiszert, meg ehhez hasonlót, ruhát összeszedték. Az általam mondott eseményekre és a maga az, hogy mi történt, és ezek a példák ugye, hogy eltűntek a dolgok, egy nagyon érdekes történet volt, pont Sepsiszentgyörgyhöz tartozik ez a történet, akkor még Sepsiszentgyörgyön nem volt egyházközségi iroda, az prénódiumok, jegyzőkönyvek minden a lelkészi lakáson voltak, de akkor József Lajos tiszteletes úr nem volt otthon, csak a felesége. És amikor ő elmenekült, akkor elrejtették ezeket a tárgyakat, a klinodium tárgyakat és a terítőket, de megkapták és elvitték, és erről ő jelentést is tett. A lényeg az, hogy a román hadsereg, hogy tovább van, mint Sepsiszentgyörről, ezekkel a lopott tárgyakkal a román katona eljutott Vargyasig. És Vargyason egy tisztel volt együtt egy szobában, egy távközlési tisztel,
és ott mutogatta a tisztnek, hogy milyen szép terítőt szerzett ő magának, hogy nem milyen szép, és a parancsnok, amikor meglátta rajta a kelyhet, akkor rájött, hogy ez egy templomi érték, lekent egy megkofot a katonának, elvette tőle, és odaadta a néninek ezt a terítőt, hogy juttassa vissza a... Román tiszt a saját katonáját, azt mondta, hogy ez szent tárgy, és ez nem szólt hozzányúlni, és odaadta a néninek. Sajnos nem tudjuk a nevét, mert sehol nem említették ezek a jegyzőkönyvek, és a történet maga a nevét, az illető öregasszony így mondták. És hát a néni se tudta, hogy mit csinálja vele, egyrészt félt attól, hogyha magánál tartsa, akkor őt fogják vádolni, hogy valamilyen módon ellopta, vagy a kezébe került, és nem jelentette, hogy neki ilyen tárgy van nála. Gondolta, hogy elviszi a világi hatóságokhoz, de közben azon gondolkodott, hogy az vajon mit csinál vele, vagy visszajött-e Szentgyörgyre, vagy ott, mert látszott, hogy szentgyörgyi, és akkor az a jó ötlete támadt, hogy elviszi a vargyasi unitás lelkészhez, hogy odaadja neki, hogy juttassa vissza. És ez a kis levelező lapon a vargyasi lelkész jelzi József Lajosnak, hogy megkaptuk a terítőtöket, igaz, hogy nagyon rossz állapotban, de megvan, volt egy nagy terítő, egy úrasztal terítő, és egy kisebb, gondolom, hogy a kelyheknek a leterítésére szolgált, és hát, hogy ezeket majd visszajutatja. És amiközben Sepsiszentgyörgyön a levéltári anyagot próbáltam rendbe rakni, megkérte a tiszteletes úr, egyik zsákban, mert ugye, hogy a régi templomot felépült az új templom, a régi templomot felszámolták, és mindent onnan felvittek az új templomba, mert átalakult az épület, oda leholt a krapa, és kivettem a terítőt, most meg is hoztam. A jegyzőkönyv írja, hogy a csipkét, ami a francia csipke volt, azt letépte róla a katona. Na, itt van ez a terítő. Tehát konkrét tárgya is van a betörésnek, ami így került vissza a kezembe. És a nagyot is megkaptam. A Szentgyörgyi Nőszövetség könnyezve nézte, és azt mondta, hogy rendbe fogja rakni. Azt mondtam, hogy inkább meg kell tisztítani és megtartani. És hogy még érdekesebb legyen, a hátán van egy nagy folt, ami ugye, hát jól esne arra gondolni, hogy ez vérfolt, de szerintem inkább bor, mint vér, mert nem volt ilyen eset. De azért az embernek a kezében, ha ott tartod, és tudod, ez egy román katona csomagjában vargyasi utazott, és ott szájönverték, és visszakerült Sepsiszentgyörgyre, és itt van a kezünkben, szerintem ez egy különleges, érdekes volt. Hát én magam akkor extázisban voltam, hogy nem csak jegyzőkönyveket látok, hanem konkrét tárgyaközösségtéka is volt. Viszont el kell mondani, most már itt szerintem csapongunk össze-vissza, hogy a legnagyobb kár mégis a egyént érte. Tehát intézményi szinten igen, a plenódiumok vagy az iratok azok valóban felbecsülhetetlen veszteséget jelentenek, hogyha megsemmisülnek, de egy-két orgonát leszámítva inkább kerítést ugye azt elégették, ehhez hasonló károk vannak, de az embereket, a lakókat sokkal nagyobb kár érte. Tehát ott élelmiszert elvittek, állatot elvittek, ruhanemit, ágynemit, mindent, igen. És egyrészt a menekülők azok mindent feléltek, tehát ugye tehát túlélésről volt szó, nem nézték, hogy mi kicsodái, hanem mindent vittek, és utána jött a román hadsereg, aztán erre még rájött ugye az osztrák-magyar monarchiának hadserege is elsősorban ebben a térségben ők vannak, de hát az ők esetükben is lehet arról tudni, hogy ugye élelmezni kell az állatokat, a katonákat, tehát azért a tulajdon ebben az időszakban egyáltalán nincs biztonságban. És ennek ugye bár pár hónapos történetről van szó, ez egyrészt a közösséget traumatizálja, másrészt azt kell nézni, hogy egy olyan időszakban történik a betörés, amikor ugye a begyűjtésnek vagy a termény begyűjtésnek az időszaka van, és erre nincs idő. Tehát óriási gondban vannak azok, akik hazajönnek, mert lényegében teljesen ki vannak fosztva. És ugye olyan problémák vannak, hogy tavasszal nincsen vetőmag, vagy tavasszal nincs állat, amivel a földet megmunkálni. A magyar állam próbál segíteni, de hát
az nagyon minimális az a segítség. Tehát a dokumentumokban ez nincs benne, de hogyha ezeket, egy pár utalás van, de hogyha ezeket azért úgy tovább, ugye az eseményeket tovább görgetjük, akkor ez is benne van. Arról viszont van, hogy mikor hazajön, akkor mit talál. Tehát, hogy a teljesen kürített ház meg, és a melléképületek minden. Tehát, hogy egy nagyon nyomorúságos időszakról van szó, és ami nagyon izgalmas, érdekes volt a nőszövetségnek, a homorodalmási nőszövetségnek a jegyzőkönyvében is lehet egész érdekes adatokat találni, nem csak arra vonatkozóan, hogy ugye milyen tevékenység zajlott egy ilyen egyletnek a keretében. Arról írnak, hogy már 11-12-ben, 12-13 és 13-14-ben is nagyon rossz mezőgazdasági esztendő volt, tehát nagy esőzések voltak. Erre még ugye rájött a háború, rájött a 16-os betörés, és úgy azért bele lehet gondolni, hogy egy rövid ugye, időszak elforgás alatt is mennyi anyagi veszteségen megy keresztül egy térség, egy közösség. Tehát, hogy az, hogy itt vagyunk, és ebben a helyzetben vagyunk, többek között ennek köszönhető. Tehát ez a térség folyamatosan ugye minden értelemben megszenvedi a nagyobb történelmi eseményeket, tehát elszenvedője ezeknek az eseményeknek. És most már azért, tehát elsősorban mi ugye a politika történetre figyelünk, de tulajdonképpen már ez is elsősorban azzal próbál foglalkozni ez a kis kötetecske, hogy egy közösséget hogyan érintik ugye ezek az események, és sokan most már azzal foglalkoznak, hogy valóban egy közösség és annak a tagjai hogyan élték meg magát a háborút. Tehát Olá Sándor foglalkozik ezzel a témával, és elég jó kis tanulmányai annak arra vonatkozóan, hogy az otthon maradottakat, hogy érintette a maga a háború, és hogy ez mennyire egy megrázó, tragikus esemény volt nem csak a katona számára, aki a harctéren volt, hanem az otthon maradottak számára is. Visszatérve az orgonákra, annyit, az talán érdekes egy mondat elejéig, hogy miért törték össze az orgonákat. Szabály szerint a katonaság nem tudta, hogy az mi az. Nem tudta az igazi értékét. Hát olyan eseteket írnak le, hogy a templomba kiszedik a sípokat, és egy végbe fújva rá táncolnak a katonák. Illetve kihajgálják a sípokat, mert arra gondolnak, hogy a szekrényben nincs valami. Volt olyan eset valóban, hogy oda is eltudtak jegyzőkönyveket és prénudiumokat, tehát azért jól tudták, hogy hol kell keresni, de hogy tulajdonképpen, mivel ugye az ortodox egyháznak nincsenek orgonái, tehát halványilag gőzös otthonnak a falusi katonának, hogy most mi a fitfeled, várták, hogy szól, kivették, fújták, aztán kidobták a sáncba, Hídvégen például, hogy a sáncba voltak, ez nem a legutolsó egyház, hogy máshol olvastam, az útszélén volt az orgona. Természetesen volt ott is, ahol teljesen tökéletették, tehát szétverték a szekrényeket, és hát annyiban volt nagy kár ez, ami mondjuk, hogy a mindennapi életet, ahogy a saját kárt, tehát az egyéni kárt jelentette, ez nem érintette annyira az egyházközséget, mert hát egy orgona csak egy olyat, hogy lehet imádkozni, mondjuk úgy, de azért volt nagy, mert utólag pontosan ezeknek a nehéz éveknek a következése, a történelmi fordulatok következtében nem tudják pótolni. Itt van ez a felhívás, amit egy katonánál kaptak, egy román katonánál azért tartottam meg, hogy mi is volt az, amiért ők jöttek ide, tehát hogy Szerdezrogászka, de Zsogulomboreszk nem. Tehát ők úgy jöttek, hogy mi a román testvéreket Budapestig fogjuk mind felszabadítani, és hogy gyertek az egészen, érdekes módon, hogy tulajdonképpen a könyvben is van ilyen, ahol a lelkész, azt hiszem, Kéros mondja, hogy igen. Azért jött is románok leszek, és azt mondta, hogy azt majd meglássuk a lelkészt. Vagy a Báshallán is mondták a katonák, a lakósoknak, hogy menjenek velük Budapestre, tehát hajlá Budapesten. Tehát ugye az volt a... Igen. Ez az osztrák magyar monarchiának egy ilyen felhívása, még a háború elején ugye a három nemzet, egymás mellett volt. Mert jósabb, igen. Itt van a vonaton, tehát a menekülésnek igazából több helyt leírják, hogy milyen traumatikus volt a látványa azoknak a menekülőknek a vonaton. Elsősorban nagyon kevesen tudtak menekülni, mert ugye az első pont Brassó,
elfoglalása által a székelyföldi amúgy is gyenge vasút összeköttetés Budapesten megszakad. Tehát nagyon hamar megállnak például az elődöm, az Alkosi Kántor, aki Kolozsvárkert van nagyon régen járon, nem tud végigjönni a vonattal, vissza kell térjen, mert már leáll az a vonatozás. És hogyha tovább mész, akkor van ez a románcsereg, itt van Brassó, az írja az utolsó brassói képek, ugye az indulását várják a brassói menekülők, ezek az utolsó vonatok, családok, a ládák, a gyermek, asszony, mert a férfiak ugye azok már elmentek, azért eléggé, hát mondjam így kiábrándító pillanatok lehettek, ugye a vagonra fölülve, napokon, heteken keresztül kellett utazni, attól függ, hogy hogy haladtak, akinek nem sikerült vonattal, az ugye az a saját foglalatán, akkor még voltak állatok a házaknál, de milyen lassan tudtak menni, ezt itt egy kicsit állj meg, hogy leírják, hogy a Vadason vagy akar átmenni, Ákos, Köröspatak, tehát az összes háromszéki falu plusz Sepsiszentgyörgy, akkor a torlódás keletkezik, hogy sokan visszatértek a Sepsiszentgyörgyre. Abban a gondolatban, hogy minthogy így kínozunk végig az utat, Békéssavajlóval el voltok rendelve, akkor inkább visszatérek, és ott halok meg. Ez pedig egy olyan táblót mutat, ahol az ugyanabból a helységből levő falvaknak a szekerei összeülnek és együtt pihennek az úton, ez Kolozsvár környékén van már, messze vannak. Itt mehetsz tovább, tehát bivajos szekerek, tehát mindenkinek, amilyen állata volt, ahol próbálta menekíteni, nagyon érdekes, hogy a hozományos láda van feltérve, egy óriási festett hozományos láda van, én is utólag vettem észre, tehát, hogy így próbáltak menekíteni, bár meg volt szabva, hogy mekkora súlyt lehet vinni, vagy mekkora lehet, mindenki próbálta a sajátját vinni. Ezen is tovább, mert ezek képek a menekülés idején, különböző helyiségekben, ahol megálltak, voltak, ahol az állatoknak hoztak az emberek szénát, minthogy a falu, a menekülők tegyenek kár, mert ugye az állatokat állandóan etetni kellett, belementek a veteményesbe, a gabonába, és nem volt elég az, amit szenvedett, még a mezőn levő terméket is elveszítették, az otthon maradottak nagy része. Ez a Gyergyó vidéki van, tehát ez nem érinti annyira az utas, és így nézett ki az út, tehát az úton való menekültek képe, aki nem tudott így, akkor legkésőbb sorolni, egy gyalog próbált menekülni, illetve tovább menni. Ezt a képet Kolozsváron készítették, ahol az első olyan megállás hely volt, ahol orvosi ellátásban, illetve orvosi vizsgálatban kellett, hogy az illetők azon át kellett, hogy menjenek, megvizsgálták, főleg a vonaton érkezőket, ugye a hosszú utazás miatt nagyon sok idős ember volt, illetve. Hát különben erről is vannak, mert be kellett számolni, hogy amikor menekülés közben, vagy mit csináltak, a tanítók sok helyen elhelyezkedtek, mert ugye tanító hiányult, sokakat besoroltak, akkor arra pár hónapra, amíg ott voltak menekülésben, a kántor tanítók, a tanítók tanítottak, segítkeztek akár ugye a menekülteknek a elhelyezésében, az élelmezésében, és ugyanakkor Isten tiszteleteket is a lelkészekkel közösen tartottak. Tehát, hogy ez folyamatosan azért működött. Kolozsvárban az állomáson is voltak naponta, hogy Isten tiszteletet. Tehát a mit most unitárius vonatkozásban, tehát felállítottak egy bizottságot Kolozsvárban, és akkor az ottani odaérkező menekülteket próbálták segíteni a kollégiumban is, elszállásolni őket, élelmet szerezni, tehát hogy a hatóságokkal kapcsolatban voltak, igazából tényleg igyekeztek segíteni. Tehát, hogy tényleg ez ilyen mindig, mint minden, ilyen kettős vagy több rétű. Egyfelül van egyfajta káosz, de ugyanakkor abban a káoszban is van némi rend, mert mindig voltak akkor is emberek, akik próbáltak segíteni, meg tehát rendet vinni. Ez az az úgymond menekülő igazolvány, amit egy sepsiszentgyörgyi, ha jól tudom, vagy Köröspatak, de igen, Sepsiszent királyi ütő Benjaminné kapott, ugye Békéscsabára elért, és írja, hogy meddig érvényes a 10. december 31-ig, és hogy mikor, november 8-án ért oda az illető hölgyben, volt a képen menekülő, és a leírás akárcsak a személyazonossági esetében. Ez pedig a Antalfi Endre egy olyan sepsiszentgyörgyi tanárnak az írása, aki 80 évesen kényszerült menekülni Sepsiszentgyörgyi, és ír a Sepsiszentgyörgyi lelkésznek, hogy a lakását próbálja megtartani, mert nem tudja fizetni a bért, amíg ott van a menekülésben, és
nagyon sok érdekes dolgot leírt, ami mennyire drágák a dolgok, de hogy itthon még nehezebb hallja, és hogy semmi esély sincs, hogy elmenjen, és hogy még az utolsók között ott van a Sepsis egyébként, városi vezetőség is, tehát még nem értek vissza. Én igazából a szép írásért, hihetetlen, hogy kézzel van írni, 80 éves ember itt van. Azt mondja, baj az élet, barátom, házmény, fűtést, egy mázsafa, 10 korona, világítást, petróleum, nem lévén, 3 koronás gyertyát használok, mosást kell fizetnem, hát még korona, napi élelmezés, amely szűkösről számítva is 7 koronába kerül, stb. És akkor írja, hogy otthon, de hallottam, hogy otthon még rosszabb. Mehetünk tovább, ez a másik része. Na és itt van a román hadsereg, a jegyzőkönyvben össze említik a lovasokat, a rossi orvokat, ugye? Ezek voltak az oltén, ezeket utálta, ez volt a legutálatosabb része a hatalmaságnak. Ezek a lovon jövők, ők voltak azok, a pont Szent Márton esetében volt, hogy végigment a reguláris katonaság, és már felszoszantak a Szent Mártonok, hogy na végre elment a román hadsereg, továbbment, és akkor érkeztek ezek a lovasok, amit aztán vittek mindent, amit lehetett, itt éppen gyakorlatoznak egy kis székelyfalunak a határában, mert Nitró határában van. Itt van a román hadsereg vonulásban, csak az a gyakorlat alatt van, illetve itt vannak a katonák. Azért mutattam ugye a bocskoros megnevezést, és amiért ezt a képet megtartottam, hogy a következő képen ott lesznek a román tisztek, és fejlezik több helytől a román tiszteknek elég nagy része, talán ezzel is magyarázható másfajta viselkedésük. Külföldön tanult, sokan tudtak magyarul közülük, illetve angol-francia nyelven, főleg franciául. És a következőképpen, ha jól tudom, az igen, itt van ugye a csizmás tisztek, akik mellett a francia tisztek is ott vannak, tehát valószínűleg, hogy ez a közös kép egy olyan pillanatot örökített meg, amikor a két hadseregnek a tisztek itt van, de azért lényegesen látszik a különbség a katona és a tiszti ruha, egyenlő ruha között itt van. Ami szokás volt mindig, és amit leírnak, hogy amikor a román hadsereg megérkezik, akkor összegyűjtik a faluban lakókat, azért, hogy elmondják, hogy mire várhatnak. Tehát, hogyha mindent kiszolgálnak és mindent odaadnak, akkor nem lesz bántódásuk, ha valaki ellenelszegül a parancsoknak, akkor következik a baj. Ez a brassói állomás már a visszavonuláskor, tehát amikor a magyar hadsereg visszavágott, így néz ki az a hely, ahol az előbb ugye ott láttuk, ahogy jöttek el. Ez Székelyudvar helyen van, ahol már égetés is volt. Az unitárs egyház elég kevés helyen kaptunk olyan jegyzőkönyvet, hogy nagyobb égés lett volna. Inkább ottól már harc volt a két hadsereg között, közel volt, ott voltak ilyen égések. Na hát ezt már itt is látok. Ez a nagy terítő 13-ban, és itt van a Kisgyőr Sándor lelkész, Vargyasi lelkésznek a levele, ami a túlsorban írja, hogy megkaptuk, ne izgulj, megvan, szóval egy hosszabb levélben elmesélte a történetet. Mehetsz tovább. Ezeket a képeket a világháról vettem le, tehát ez könyvben nem jelentett volna meg. Ezek a Brassónak, a román katonaság által kifosztott képei, amiket megtartottak. Mert itt több ház van, látszik, hogy polgári házakról van szó, és hogy igazából látszik, hogy kutatás van, tehát amit egyszer csak el lehet vinni, és érdemes, azokat kiszedték a román emlőt, ugye azt hordták ki, és azt keresték, amit elvihető. Tudom, is lehet még egyet, ott le van a magyar címmel, ugye le van dobva, és ez az egyetlen hiteles fénykép, amire gondoltam, hogy esetleg bekerülhetett volna. Most hirtelen nem tudom, a Sepsis Szentgyörgyi fényképésznek a műhelye, aki visszatérve készítette ezt a képet a saját műhelyéről, és azért értékes, mert tulajdonképpen nagyon kevés fényképezettem az ide, csak a hadi tudósítók igazából. És itt van két kép, ami a kánuki lelkészről készül, a menekülés előtt és a menekülés után. Tehát látszik a két, én azt mondom, hogy éveket törekedett, ha visszaviszed, azért, hát itt sem volt fiatal, de azért itt már igazán látszik az a néhány hónapnak is a kemény. Igen. Tehát azért látszik, és a szemnek főleg, és itt van a családja, ahogy a kánuki lelkésznek, a Székely Zsigmond lelkésznek a családja, akiket egy ilyen összeírás, amiben értesítették, hogy visszatérhet. A brassói csatának egy korabeli képe, újságcímben. Jól látszik, hogy a
térésnél utca harcok voltak, az ugye a Kolostor utca bejáratánál, hogy megyünk be a Brassóban, ott is látszik, hogy kemény harcok folytak, illetve Bertalomban, ahogy jövünk Brassóba be, ott van egy emlékmű a román hadseregnek az emlékmű, meglátjuk mindjárt, hogy miért volt szükséges, ha tovább mész. Itt vannak ugye a románokat, ezt teljesen szétverték az osztrák-magyar hadsereg a románságot. Nagyon fontos volt visszaszerezni, mert mindazt, amit elszedtek, összeharácsoltak, vonaton próbálták Bukarestre küldeni, és még nagy része ott volt Brassóban. Például a dohánygyárnak a dohányát vissza tudták hozni, a Sepsiszentgyörgyi dohánygyárnak a dohányát. Látszik, hogy a nagyon kemény csaták folytak, és így nagy, ami összegyűjtött érték volt, azt nem tudták elvinni. Ezek mind Brassó határában készült képek a román-magyar összecsapás után. Itt szólódott, hogy valóban a román hadsereg az élelmiszert, meg amit lehetett, azt magával vitt, főleg mikor vonul vissza. Viszont a Székelyegyezben az is megtörtént, amit említettem, hogy a szövetséges, vagy hát a monarchia katonái is azért ugye nem kimélték a magántulajdont, azt írja, hogy a horvát katonák elfogyasztottak, a lelkész írja le, 150 darab majorságunkat, egy hízott disznót, elvitték a kocsimat, elprédálták a lisztemet, és minden elemelhetőt elloptak. Ami megmaradt, azt az itteni csőcselék osztotta szét maga között. Azt mondja, az olajok nem találva a házamban semmit, dühökbe bekötötték lovaikat, és ott hagyták névjegyeiket. Tehát, hogy valószínű Tébert András amúgy is nagyon megvan a keseredve, de tehát ugye mindenét elviszik. Viszont ennyire összetett ez a történet, tehát tényleg ami kiemelendő, hogy azért a monarchia hadserege nem követett el fizikai erőszakot a lakossággal szemben, ez mondom a megszállásnak a második időszakában történik meg elsősorban a román fél részéről. Ezt azzal magyarázzák, hogy ugye tényleg nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ők elképzelték, tehát ők egy nagyon könnyű előretörésre számítanak, és tulajdonképpen ott Szovált a környékén elakadnak, és ott Korond, tehát unitáris vonatkozásban arról tudjuk, tehát Korond és környék, ahol a nagyobb méretű atrocitások megtörténnek ebből kifolyólag. De tehát, hogyha valaki elolvassa ezeket a feljegyzéseket, nagyjából egy általános képet kap arról, hogy mik történtek. Azzal zárják általában a jegyzőkönyveket, hogy minél hamarabb béke lesz, az szinte mindegyikben előfordul, nagyon várják. Ugye főleg azért, mert azt mondta a Vilmos császár, hogy mire a falevelek lehullnak, itthon lesznek. Na, sok falevél lehullott 4 éven keresztül, és tényleg itthon voltak. Tehát békét szerettek volna, másfelől pedig tényleg most már, mert arról tudtak, hogy Romániának vannak, ahogy tetszik, területi követelései Magyarországgal szemben elsősorban ugye a politikusok. De most már az egyszerű ember is meggyőződött arról, hogy tényleg ez egy nagyon komoly veszély. Tehát szintén feljegyzik azt, vagy ott van imaként megfogalmazva, hogy akkor őrizze meg Erdélyt, ugye, tehát hogy a Magyarország egysége maradjon meg. Tehát ez a két dolog van a lelkükben az embereknek, a béke utáni vágy, ugye szűnjön meg ez az egész, és hogy az ország maradjon egyben.